Kis Béla kérdezte, hogy nem gondolja úgy, hogy ismét elcsalják a választásokat, mint 3 éve? Igazából el is fogják, mert hatalmas a vesztenivalójuk. Hát 3 évvel ezelőtt talán nem kellett elcsalni a választásokat, de voltak választási csalások. Tudjuk, hiszen még a Polt Péter vezette ügyészség is több mint 300 esetben ukrán szavazó utaztatás miatt tett, indított vizsgálatot. De tudjuk, hogy a választási csalásokat most már legalizálták is, azáltal, hogy le lehet fotózni a szavazólapot, ami zsarolásra is, szavazatvásárlásra is alkalmassá teszi ezt a módszert. Mi egyetlen egy megoldást javaslunk erre, tessék 1 millió forintos jutalmakat ígérni minden 106 választó körzetben a feltárt és bíróságilag jogerősen bizonyított választási csalások felderítőinek. Tehát nyomravezető jutalmat kell adni. Az az ember, akinek 5000 forintért meg lehet venni, vagy 10.000 forintért meg lehet venni a szavazatát, az 1 millió forintért simán fel fogja dobni a trafikost, vagy a politikust, aki megpróbálja megvenni az ő szavazatát, és annyit már nem ér nekik. Tehát a választási csalás ellen ez az egyik nagyon fontos nyomravezető jutalmat minden körzetben. Ezt tessék megtenni, és Vásárhelyen nagy sikerrel alkalmaztuk, de Mohácson tavaly az időközi polgármester választáson úgy szintén működött. Nagyon jól. Ott volt is ebből komoly botrány, hiszen egy cigány nemzetiségi önkormányzati csalásra sikerült így bizonyítékot szerezni. Nos, a jutalom tehát működik. A másik dolog, hogy minden, az összes választókörben kell 2 darab független szavazatszámláló, vagy legalább 2 darab. Ezt az ellenzéknek koordinálni kell, van egy Számoljuk Együtt nevű szervezet, Pákozdi Éva vezetésével nagyon régóta, nagyon sikeresen működnek ezzel. Én azt gondolom, hogy az MMM is nagy támogatást ad ehhez, önöknek is el kell vállalni, hogy akár szomszéd településre, akár egy kicsit messzebb lévő településre is kimennek, és harciasan fogják képviselni a választási csalások ellen a függetlenséget, a tisztességet és a demokráciát. Önökön múlik, ha ez a 2-2 szavazott számláló ott van, kísérik a mozgóurnát, lefényképezik a jegyzőkönyvet a telefonjukkal, tehát még mielőtt a rendszerbe beviszik az adatokat, utána egy független rendszerbe mi a számokat összeadjuk, ott már nem lehet csalni. Hiába van rendszerreállás, manipuláció. 18-ban még a választóköröknek, szavazóköröknek a felében nem volt független szavazatszámláló, ha 22-ben lesz mindenhol, az önmagában több százalékot fog segíteni az ellenzéknek. Tehát ez egy nagyon komoly eszköz.